Sziasztok, is és üdv az új videóban, igen, most kicsit később kezdődött a beszéd, de ma beszélünk a témáról, hogy mi legyen ezzel a csatornával. És hát láttátok, hogy az elmúlt időben, így az elmúlt két hónapban, decemberben volt a vadácsony, tehát akkor tényleg csak ilyen kérdés-válasz videók voltak mindig, és szerintem az egész jó volt, mert tényleg mindig azt kaptátok, amit pontosan ti választottatok, nekem ez a rendszer nagyon tetszik, de... Valahogy mégsem annyira változatos, nem egészen az, ami miatt kezdtem a csatornát. Persze akarok nektek segíteni, akarok nektek válaszokat adni a kérdéseitekre, de talán kicsit másféle formátumban. És az elmúlt egy hónapban, meg ugye most van a 30 napos kihívás, tehát az meg egyáltalán nem változatos, és azt meglátjuk, hogy nem egészen mindenkit érdekel, és hát most már csak pár százan csináljuk, tehát ez sem így az ideális. Persze szeretem csinálni, és szeretem motiválni az embereket, hogy csináljanak ilyen kihívást, de hosszú távon még az sem így a, az, amiért itt van a csatorna. Jó, hogy néha-néha van ilyen 30 napos kihívás, de egyébként nem erről szól ugye a csatorna. És arra gondoltam, hogy ez most csak az én véleményem, amikor kezdtem a csatornát, akkor valamikor bevezettem a rendszert, hogy mindig csináltam egy hetet. Egy bizonyos témáról. Tehát volt például a kockahas hét, volt a fehérje hét, volt az izomnövelő hét. Egyszerűen mindig egy hétnek volt egy saját témája, és az a héten csak arról a témáról szólhattak a videók. És nekem az a rendszer annó nagyon tetszett, és itt most nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit gondoltok. Szóval a mai videó az tényleg rólatok szól, és egyszerűen azért van itt ez a videó, hogy kikérjem a ti véleményeiteket és egyrészt most tudni szeretném kommentekben tőletek, hogy mit gondoltok ilyen rendszerről, szerintetek jó volt-e az a rendszer, hogy egy héten egy téma, és akkor csak azzal kapcsolatban a másik meg, hogy régebben csináltam sokszor recept videót, és úgy láttam mindig hogy ti nagyon is szeretitek az én receptjeimet, és szeretitek az ilyen konyhai videókat, úgyhogy mindenképp azokat is vissza beszeretném veze beszeretném vezetni hogyha ez nektek jó ötletnek tűnik, szóval itt is tudni akarom, hogy nektek mi a vélemény. Akartok még receptvideókat, akartok több videót táplálkozásról, edzésről. Egyszerűen írjátok a kommentekbe, hogy ti milyen videókat vártok ebben az évben tőlem, mert nekem ugye van egy saját listám, és már előre meg van tervezve a következő pár hónap, hogy mikor milyen videót szeretnék forgatni, de még flexibilis vagyok. Szóval itt most ti is bele tudtok játszani, ti is bele tudjátok mondani, hogy ti mit akartok, mert ez a csatorna nem csak az enyém, hanem a miénk. Ugye egy nagy család vagyunk, mi vagyunk az izomvadász család, és ezért szerintem meg is kellene beszélnünk együtt a dolgokat, és nem szeretnék olyan monoton izé csatornát, hogy egyszerűen azt csinálom, amit én akarok, hanem azt akarom csinálni, amit ti akartok, amit, ami nektek jó. Úgyhogy az én ötletem az lenne, hogy lesz hetente egy recept videó, lesz hetente egy ilyen izomnövelő edzős videó, és lesz um, hetente egy vlog. Itt most a harmadik kérdésem, hogy mit gondoltok a vlogokról, amikor tavaly voltam áprilisban annával Toszkánában, akkor ugye nagyon sokat vlogoztunk ott, és. Persze, az nekem több munka, de az ilyen, ilyen videókat nagyon élvezek csinálni. Szóval, hogyha nektek az rendben van, én arra gondolok, hogy mondjuk mindig vasárnap felmenne egy ilyen heti vlog, hogy egyszerűen mi történt nekem a héten, mik voltak a highlightsok, -ok. Ha nektek ez jól hangzik, akkor azt is bevezetném, és akkor szerintem nagyon változatos lenne megint a csatorna, és nem ilyen monoton. Persze itt most nagyon fontos nekem, hogy ti mit gondoltok erről, úgyhogy kérem, hogy írjatok a kommentekbe, tényleg most döntjük el, hogy ebben az évben mi lesz a csatornával, úgyhogy ha akartok része lenni, akkor most írjatok a kommentekbe. Egyszerűen engedjétek ki a saját véleményeiteket, és megbeszéljük együtt. Aztán ugye még folytatni fogjuk a 30 napos kihívást, még hátra van pár nap, úgyhogy azt mindenképp még végigcsináljuk. Tudom, ez a kihívás inkább, inkább kezdőknek van, úgyhogy semmi nincs azzal, aki nem csinálja, de azoknak, akik csinálják, nagyon hálás vagyok, és ja, azt a kihívást most még végig fogjuk csinálni, és akkor igazából ennyi a mai videó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon köszönöm azoknak, akik most kommentet írnak, és egyszerűen megadják a véleményüket. Így tud tovább nőni ez a csatorna, már most is hatalmas család lettünk, és ezért is nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy itt vagytok, vagytok és hogy támogattok engem tényleg. Ti vagytok a legjobbak, most még jön egy durva googolás klip, és akkor ennyi a videó. Na csa.